A Miskolci Egyetem Európa első felsőfokú bányászati kohászati tanintézményének, a Selmecbányai Akadémiának a jogutódja, amelynek históriája 1735-ig nyúlik vissza. A 20. századi magyar történelem viharai Sopronon keresztül sodorták Észak-Kelet Magyarországra az ősi selmeci karokat, hogy aztán 1949 után Miskolc határában kiépüljön az ország egyik legszebb és legzöldebb kampusza, ahol a 85 hektárnyi parkos-ligetes területen az intézmény valamennyi oktatási, kutatási és egyéb létesítményét fellelhetjük. Az egyetem Borsod-Abaúj-Zemplén megye szívében már a szerte ágazó univerzitásszá fejlődött, és mint ilyen társadalomtudományi, jogi, gazdasági, bölcsészeti, pedagógiai, egészségügyi, sőt zeneművészeti területeken is minőségi képzések széles skáláját kínálja a felvételizőknek. Összesen több mint 100 alap, mester és osztatlan képzésen zajlik az oktatás, megközelítőleg 10 000 hallgatóval. A Miskolci Egyetem hagyományaihoz híven ma is a magyar műszaki felsőoktatás fellegvára, európai léptékben is egyedülálló, unikális mérnökképzésekkel, korszerű eszközparkkal, modern laboratórium infrastruktúrával és elmélyült vállalati kapcsolatrendszerrel. Magyarország egyik felsőoktatási és ipari együttműködési központja éppen itt, a Miskolci Egyetemvárosban jött létre. Ipari hagyományainak megfelelően Miskolc zászlós hajója volt a duális képzések hazai bevezetésének is. A Miskolci Egyetem kiemelt feladatának tartja, hogy olyan kisugárzó szellemi centrumként funkcionáljon, amely folyamatosan hozzájárul környezete ipari, gazdasági, társadalmi és kulturális megújulásához.